tartok, akkor de én elmegyek a három utányba. Vagyok felhívtatok. Úgy mentem oda, hogy ezt, ami lesz, hogy nem lesz, de leállom, se gondoltam az utányba. De az önbizalom hiányban szeretném. Elmentem, és akkor sikerült, akkor menjek itt a következő válogatásra. Egyébként hajszálni megnőtt az önbizalmat. Majd utána a másik már azt mondta, hogy ezt szeretném kedvenni, hogy ezt előttem egy betóvár. Rendben volt, de ez kicsit kell az építeni, hogy csiponni, de ez rendben van. Akkor visszamentem a kicsitőzőre, akkor azt mondja meg a mentorok előtti váramatás, és hát értem. Nincs az a modál, amit nem tudtam volna elkezdeni, de nem boldog voltam, amikor tényleg úgy néztek rám az emberek, és a visszajelzettek, hogy rendben van. Tetszik, amit csinál, legyen erőt, ne izgulj annyit az izgalommal, mi mindig problémáim vannak. Ami egyébként lehet, hogy pozitívan is jön le az embereknek. Szóval, ez így szépen felépült bennem, mire most odáig eljutottam, hogy a 12 jobb, és azt mondom bennem, hogy igenis, nagyon szeretnék győzni. Azért harcolok. Nem. Figyelj, mindenféleképpen nyilván nekem valamit bizonyítanom is kell. Tehát ugye mindenki hiába jönnek oda, nekem tisztán nincs semmi bizonyítani, de van. Igenis, meg kell felelni. Ez az első, de erről szól, hogy első. De arról szól, meg kell felelni az embereknek, mert te vagy a közönség, nem pedig a közönségért. Muszáj megfelelnem. Igenis, nem csak nekem, a Gergőnek, a Zolynak, a Dávidnak, a csapatoknak, mindenkinek meg kell felelni. És ez benned van. Én, és ha még nem is tudok magamra, biztos, hogy meg kell. Oda kiállok, vissza fogom én is nézni valószínű, nem, nyilván nem az élő műsor, hanem a utána vissza fogom nézni, és lehet, hogy azt mondom, hogy milyen tökéletes, mennyire szuper volt, én biztos, hogy két is összetem magamra, hogy most is azt mondom. Ez a kiállítani, ha arra, hogy nem is tudom, hogy meg kétségeket, hát